az első osztály, akiket tanítottam a főiskolán beszédre, hát ők most már befutott nagy színészek, a Fulajtár Andrea, Honodi Eszter, Elek Feri, aztán a Fekete Tibi, Fekete Elnő néven ismerik őket, de ő Tibor csak volt egy Fekete Tibor kolléga Kecskeméten, aki kérte, hogy ő változtasson nevet, és lett ő Fekete Elnő, de nekünk Civilbe Tibi. Mert a Hegedűs Géza is úgy lett, hogy a Hegedűs Déli Géza, hogy az irodalom történész, igen. De más megbecsülést is szánt a fiataloknak, nem feltétlenül a tanítványaimnak, hiszen Kaposváron a nagymama díj megalapítása egy fontos állomás volt. Igen, amikor Svajda Györgyöt kinevezték Kaposvárra igazgatónak a színházba, akkor a második évadban gondolta, hogy meghívja a régi kaposvári színészeket vendégként játszani. Gondolom, hogy a város is kicsit emlékezteti akarta meg, hogy az új együttesbe egy kis friss vért tudunk talán hozni. És én voltam az első, akit meghívott Csiki Gergely nagymama című darabjának a szerepére. Mert hány évig játszottak? Hány évig játszottak? A vidéken nem játszanak évekig egy szerepet, vidéken általában két hónap, amíg lemegy egy darab, ezt ma legesztek jól mutatjátok. Testen játszanak évekig egy-egy előadást, de vidéken lemegy a bérlet, aztán még pár bérlet szünet előadás, és kész. Tehát évekről egyáltalán nem beszélhetünk. Mondjuk nem is értem volna rá, hogyha az évekig megy. De így évad elején tudtam próbálni, és akkor talán